Tánclépéseket gyakorolnak a fiatalok a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálatának Kossuth utcai kültéri foglalkoztatójában. A május 17-én átadott és Bross Gergely katolikus plébános által megáldott nyitott színre nagy szükség volt. A nagylelkű támogatóknak köszönhetően épülhetett meg. Minden városi rendezvényen, illetve most már Tatai Sokadalomba, meg egy-két olyan meghívott helyre, ahova meghívnak Győrbe vagy Tatabányára bennünket, mi ott szerepelünk. És a táncnak a begyakorlása például egy ilyen nyitott helyen sokkal könnyebb, mint egy ebédlőben. Tehát meg a foglalkozások itt folynak napközben, nyáron. A Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata másfél évvel ezelőtt költözött a Szőnyi ingatlanba. Az eltelt idő alatt sokat szépült a kert és az épület is. Büszke vagyok arra, hogy ilyen aranyos fiataljaink vannak és ügyesek, meg hát persze természetesen a kollégák, és itt egy kis kertet is kialakítottak már. Mindenképpen tervben van, hogy itt egy focipálya lesz majd kiépítve, illetve ilyen kültéri játszós valamik. A Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja egy belső pályázaton nyert erre a focipálya alapjaira, hogy itt ezt ők hozzák létre. Úgyhogy itt majd lesz lehetőségünk mozgásra, ami nagyon fontos, ugye fiataljaink azért többségében gyógyszert szednek, ami elhízáshoz, illetve a étvágy javításhoz vezet, és így akkor tudjuk naponta is akár a mozgással koordinálni őket. Május 23-án közös pünkösdölésre hívták a gondozási központ időseit. A zsíros kenyérhez már saját termesztésű retket is kínáltak a vendégeknek. A kültéri foglalkoztató fő támogatói a Lászlópak Kft., a Dibusz Kft., Bocska Ferenc, Szalai László és munkatársai, a Rotary Klub Komárom, dr. Gergely István, dr. Mikolasek Sándor és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja. A támogatókat oklevéllel és fonalgrafikával ajándékozták meg.